életre valók. Egy magazin azokról, akik minden helyzetből kihozzák a legjobbat. Akiknek a foglalkozásuk nem pusztán a szakmájuk, hanem már-már mondhatni a szenvedélyük. Akik a nehéz helyzetbe kerülnek, akkor megtalálják a megoldást, és nem csak saját magukkal törődnek, hanem másokkal is. És különösen igaz az mai beszélgető partneremre, Mészáros Pál borászra, aki a szekszárdi borvidéknek egy nagyon neves borásza, nagyon nagy szeretettel üdvözlöm. Én is üdvözlöm mindenkit. És ez egy már-már ilyen mesébe illő történet, ugye egy többszörös borász generációnak a tagja, leszármazottja. Meséljen egy picit arról, hogy honnét ered ez a szőlészet borászat a családjukban? Hát nálunk a családban mindenki szőlőborral foglalkozott, úgyhogy hát visszaemlékezettemben a dédapámig tudok, aki hát nagyon jó szőlő és borász volt, nagyon jól értékesített a bor, már abban az időben háromszor is átjárotta a szőlőt, hogy minél jobb minőségű szőlőket tudjon leszedni, és minél jobb bort készítsen. És már volt olyan szőlődarálója, ami akkor bogyózott. És ő már akkor készített válogatásborokat, mert hogyha volt egy-egy hordó nagyon jó bor, akkor az elvitte a többit is drágábban, mint hogyha csak egy átlagos minőség lett volna. És akkor hát jött a második világháború, akkor hát ez egy kicsit visszább ment, mert elvették a szőlőket, nem lehetett úgy gazdálkodni, de hát valamennyi szőlőt azért meghagytak így háztáiba, meg Szekszárdon voltak zárt kertek, visszaadták, mert amikor TSZ-be kerültek, a szőlők tönkre mentek, úgyhogy azért még akkor is tudtunk szőlészkedni, borászkodni, csak kisebb mértékben. És akkor hát én nagyon sokat jártam a szőlőbe, ott nőttem föl szinte nyári szünidőben, mindig ott voltunk, mindig volt valami gyümölcs, ami érett, úgyhogy nagyon jól éreztem magamat. De amikor már ugye fölnőttem, már ilyen 16-18 éves voltam, akkor hát már kellett dolgozni is a szőlőbe, az már annyira nem esett jól, de szerintem ez minden egészséges gyerekkel így van. És hát nagyszüleim, meg édesapámék is kertészmérnöknek szerettek volna, de én inkább agrárpályát választottam. Moson-Magyaróvárra mentem, ott volt kajakos szakosztály, lovas szakosztály, úgyhogy nagyon jót mutatott az az egyetem, és hál' Isten tényleg nagyon is jó volt, nagyon jó tanáraink voltak, jól éreztem magamat, és de az az érdekes, hogy most már azt mondom, hogy a karma működik, mert hát volt nemesítéstantárgyunk, akkor a szőlő nemesítését húztam, volt kertészettantárgyunk, ott a szőlő meccését húztam, úgyhogy és amikor végeztem az egyetemmel, akkor a helyi TSZ-be kerültem, és ott pedig hát akkor indult a szőlőrekonstrukció, amiket elhagytak régen a TSZ szőlőket, azokat hát meliorálták, újra telepítették, és hát akkor ott abba is besegítettem. A másik pedig, hogy hát 70-ben végeztem, 72-ben nősültem, és nálunk az volt a szokás, hogy lány gyerek egy konyhabútort vagy szobabútort kapott, a fiú gyerek egy szőlőterület. Én is kaptam 600 négyszögös kadarka szőlőt, de hát mert belénk nevelték, hogy minden gazdasági alapon kell nézni, és összeírtam, hány órát dolgoztam, mennyit költöttem, és kijött egy szakmunkás órabér fele. Mondtam, ez olyan nagyon nem nagyon üzlet, de viszont, hogy hát jártunk tapasztalatcserére a TSZ vezetőségével, akkor hát láttam, hogy milyen az új technológia, az új ültetvények milyenek, és akkor 74-ben én is telepítettem 800 négyszögölet, itt is, mert általában 400 négyszögölet telepítettek, de hát az akkora méret, hogy azt egy család úgy el is fogyassza. Csak hogy én miért akarok 804-szer, hát felét megisszuk, másik felét meg eladjuk, akkor egy kis haszon is van rajta. Nem csak úgy elisszuk a hasznot. Igen, igen. És akkor hát itt is hát számoltam, hogy mit költöttem, hogyan, de itt már harmad évben visszatérült a befektetés, és akkor hát ez így szépen ment előre. 84-ben már keresték a vörösbort is, már inkább addig a fehérborokat keresték, és akkor próbáltam
vásárolni szőlőt, de sose kaptam olyan minőséget, meg annyit, amennyit szerettem volna, és akkor telepítettem 800 négyszögöl kék szőlőt is, kék frankost merlót, és hát akkor ebből készítettünk bort, és akkor jött a rendszerváltozás, akkor pedig hát jött a kárpótlás, és hát Szekszárdon én mertem legnagyobb szőlőterületet vásárolni, azt mondom mertem, mert első évben nem fogytak el a kijelölt szőlőterületek. Akkor volt a peresztrojka válság, nem tudták eladni a borokat, és aki főleg szőlőborral foglalkozott nagybai, nagy üzembe ott Szekszárdon, azok nem mertek szőlőt venni, inkább szántót. És akkor mondták, hogy én is nem vagyok normális 10 hektáron, mert ugye az nagyon nagy költség végigvinni. És ha nem lehet, tudom, ma már mást mondanának, ugye? Igen, most már mást mondanak. És hát végig tudtam vinni, meg el is tudtam adni a szőlőt, mert akkor még szőlőt adtam le nagy részt, mert meg voltak a kapcsolataim, és hála Isten mindenki segített, mert csak úgy lehetett. És hát én azt gondoltam, amikor ezt megvettem, mert hát telepítettem 2 szőlőt, tudtam, hogy micsoda érték, hogy hát ez nagyba is így fog működni, és hál' Isten így működött. És akkor a 10 hektár termésemnek haszna az már 10-szerese volt az 1 hektárnak, ami addig volt, vagy fél hektárnak már 20-szorosa. És akkor hát bort is készítettem, akkor pályáztunk borföldolgozóra, akkor egy 1000 hektoliteres tudtunk építeni pályázatra, és hát a környező gazdák kiöregedtek, és hát el szerették volna adni a területeiket, így vásároltunk, és akkor rövid időn belül lett 40 hektár, és akkor 40 hektár termése is ugye visszaforgott, az még nagyobb, és akkor tovább kellett fejleszteni a borászatot, és akkor úgy ajánlottak föl még szőlőterületeket, úgyhogy lett 80 hektár, és hát most még már 120 hektáron gazdálkodunk. Ugye a mezőgazdaság, és így a szőlészetborászat, és ami a természethez kapcsolódik, ahol számos olyan tényező van, ami jó és rossz irányba egyaránt befolyásolhatja az eredményt. Amikor jöttek, nyilván jöttek bizonyos nehézségek, akkor azokból hogyan tudod kijönni, hogy tudod felülkerekedni? Hát, hál' Isten, valahogy úgy alakultak a dolgok, hogyha jött nehézség, az mindig jóra fordult, mert hát mondtam, hogy telepítettünk szőlőket, meg szőlőt adtam, mert mindig kellett a pénz, mindig a pénz a legkevesebb, és akkor abból gyorsan van pénz, és mondták, hogy telepítsek Pinot Noirt, az biztos megveszik, és én 7 hektár telepítettem, ami elég nagy mennyiség, és amire termére fordult, egy dekát nem vettek meg. És az volt a szerencs, hogy addig már ott volt a földolgozó, és föl tudtam dolgozni. És hát akkor el is tudtam adni a bort, sőt, Amerikába, az Egyesült Államokba vitték el, és hát az évjárat, az a nagyon jó évjárat volt, a 2003-as, és akkor hát nagyon jó vörös bor lett, és akkor jöttek az amerikai vevők, hoztak egy napavölgyi pinonát, hogy hát ez nem egészen jó, amit én adtam, hanem ilyen kéne. De a következő évjárat az meg már egy gyenge évjárat volt. Aggódtam is, hogy hogyan tudjuk értékesíteni, és akkor megnéztük, mondom, ilyen van. És akkor azt akkor megvették úgyis. Tehát mindig jóra fordult valahogyan a dolog, hogy mert az a lényeg, hogy akármi van, mindig eleget tudjunk tenni annak a követelménynek, ami adódik. És akkor így megy a dolog előre. Hát remélem ezután is így lesz. És ugye a saját sikereket követve, vagy amellett párhuzamosan, ugye a szekszárdi borvidék egyszer csak nagyon neves lett, és ma már valódi sikerekről lehet beszámolni. És hát a személyes sikerek is jöttek sorba, ugye? Számos díj, elismerés. Igen, hát 95-től én voltam a szekszárdi egyközség elnöke 13 évig, akkor rengeteg hát, ilyen tanulmányutat szerveztünk a hegyközséggel, jártunk külföldet, Európát bejártuk, és hát ott nagyon sok tapasztalatot szereztünk, és ahhoz azt a plusz tudást fölhasználva, ugye, meg tudatosult bennem, hogy
hát nem elég olyan bort készíteni, ami itthon jó, hanem ami versenyképes a világon, mert hát hozzák be a külföldi borokat is, és hát ezzel a technológiával, ezzel a tudással, hát tényleg olyan borokat tudtunk készíteni, ami itthon is aranyérmeket nyert, meg külföldön is, Bordeauxban, Brüsszel, Párizsban nyertünk aranyérmeket. Szekszárdon van városbor, a 10-szer volt eddig meghirdetve, úgyhogy Kadarka kékfrankos bikavér, és ebből 5-öt mi nyertünk. Úgyhogy ez nagyon nagy öröm, mert a Szekszárdon nagyon sok jó borász van, nagyon sok bor van, és hát, hogy 5-ször sikerült, ez nagyon nagy dolog. És akkor jöttek az elismerések, mert 2012-ben mi voltunk Magyarország év pincészete, akkor 2016-ban akkor a Boris Piac hirdette meg a legszebb szőlőbirtok címet, azt is megnyertük, akkor 2016-ban én lettem az év bortermelője, vagy 2016-ban, igen, és akkor 2018-ban pedig volt most az agrárium írta ki, a legszebb birtokok kategóriában, több kategória van, és a szőlőborágozatot mi nyertük meg, úgyhogy ez már kettős, és hát országos borversenyeken is jól szerepeltünk. 2018-ban már másodszor voltunk a legeredményesebb pincészet, úgyhogy és ez a 2018, ez nagyon sikeres év volt, mert a Cabernet Franc lett a reformátusok bora, a Kárpát-medencei református borverseny, ami Újvidéken volt, ott mi Hidas Petrei Cabernet Franc lett az első, és akkor hát a reformátusok bora lett, úgyhogy külön címkét készítette, és abból rendeltek. A bodzási kékfrankosunk lett a város bora, de az országos borverseny a legjobb kékfrankos, meg a legjobb vörösbor is. Ilyen még nem volt, hogy kékfrankos legyen a legjobb vörösbor. És akkor hát ezek a sikerek hát azért erőt adnak, meg hát lelkesítik az ember a sok nehézségekkel, mert azért van nehézség. Szeretettel beszél a borkészítésről, hogy látszik, hogy az egész életét átszövi, de azért mindenkinek szüksége van egy kis kikapcsolódásra. Mit csinál akkor, amikor szeretne egy kicsit pihenni? Hát régen nagyon szerettem utazni, akkor olvasni, de ma már hát egy kicsit megvadászni. Ma már egy kicsit visszafogtam, vadászatot átadtam a fiamnak, úgyhogy most már ő viszi tovább, és hát most már vannak unokák, és akkor az unokázás a legjobb dolog, meg most már nem hosszú regényeket olvasok, most folyóiratokat. Mert van egy rossz tulajdonság, mert elkezdem olvasni, akkor nem tudom letenni a könyvet, és ezt család nehezen preferálja, úgyhogy... Tovább viszik a szakmát a családban? Igen, a fiam viszi tovább a borászatot, és a lányom feleségem pedig a vendéglátást, mert most már úgy képítettük a Vertikumot, hogy szőlőtermesztés, borászat, vendéglátás, és először úgy volt, hogy csak borkóstolások, akkor utána étkezés, de egyre többen szerettek volna aludni, szállást kérni, és akkor építettünk egy hotelt, 32 szobás hotel van, 4 csillagos Szekszárdon, egyedüli 4 csillagos hotel, és akkor ezt viszik a lányok, a fiúk pedig a szőlészetet, borászatot. Ugye, ha a szezont is, már a szüretet, meg mindent beleveszünk, akkor azt mondta, hogy körülbelül 40 családnak biztosít megélhetést. Ugye ennyi embert vezetni, hát azért az egy komoly feladat. Milyen vezetőnek tartja magát? Hát nem mondhatunk más, mint hogy jó, de környezetem is, hála Isten. Úgyhogy elvisel, meg jól ki is jönnek velem, úgyhogy határozott, nincsen vagy gond. Szigorú, vagy csak egyszerűen csapatban játszik? Vagy... Hát, hogyha megy minden, akkor nem vagyok szigorú, meg határ, de hogyha valami nem úgy megy, ahogy kell, akkor hát azt megkövetellem, mert volt egy nagyon jó tanítómesterem, akkor oda kerültem a TSZ-hez, akkor volt egy TSZ elnök, aki úgy tudta intézni az ügyeit, hogy
kellemetlen dolgokat is úgy tudott végvinni, hogy nem haragudtak meg rá, és néztem, hogy hogyan csinál, és ezt próbáltam elsajátítani, és nagyjából sikerült is, úgyhogy hál' Isten azért szót értek az embereken. Az a másik, hogy hát én is fiatal koromban azért dolgoztam, tudom mi az a munka, fizikai munka, minden, és akkor meg is tudom mutatni az embereknek, hogy mit kell, meg hogyan kell, és akkor ezt azért értékelik. Ugye azt sokszor halljuk, legalábbis én már többször hallottam, hogy vannak bizonyos olyan dűlő, szelektált szőlők, meg hogy benapozottság, meg nem tudom én, tehát hogy sikerült az évek során úgy választani a időnként területet, hogy a legjobbakkal? Tehát volt olyan, amikor egy ilyen kincset talált, hogy na ez aztán pont úgy van, hogy itt nagyon jó szőlő lesz és bor? Igen. Erre törekedtünk, hogy hát a legjobb helyeken, legjobb dűlőkben vásároljunk szőlőt, és hát ez sikerült is, és működik is. Meg Szekszárd nem egy olyan borvidék, hogy nagy, egységesen több száz hektáros dűlők vagy területek vannak. Itt ilyen 40-50 vagy 30 hektáros kis völgyek vannak, és mindegyik völgy más bort ad, más típust, és hát ezen a 120 hektáron akkor nagyon lehet variálni, házasítani, nézni, és különféle völgyek borát összeházasítva nagyon jó minőségű küvéket lehet készíteni, de viszont egy-egy völgynek a fajta borát viszont nagyon jól lehet értékesíteni, meg fölhozni. Például a Hidas Petré Cabernet Franc, az mindenki szereti, az lett ugye a reformátusok bor, akkor van a Bodzási Kék Frankos, az lett a városbora már kétszer, meg azt nagyon szeretik, és hát a többi meg hát úgy elmegy, úgyhogy minden nagyon jó helyeken vannak a szőlő. Ugye, amikor kimegy az ember a szőlőbe, akkor ott az egy ilyen időtlenség, tehát az akármelyik században is lehetne. Van olyan, hogy úgy belegondol abba, hogy itt vagy errefelé álltok az ősök is, hogy van olyan, hogy elkapja egy ilyen pillanat, hogy milyen fantasztikus, amit véghez vittek így együtt? Hát én szerencsésnek mondhatom magamat, mert még lovaskocsival jártam a határ, és amikor most autóval megyek, akkor néha nosztalgiázok, hogy tényleg úgy, hogy tetszett mondani. És ez nagyon jó érzés, úgyhogy hogy tényleg, meg hát régen voltak még kint anyák, ahol tanyasi emberek laktak, na itt lakott a török néni, akkor mindig beszélgettek, adott vizet édesapának, egy pohár bor, mert akkor ők kint voltak, és várták a híreket. Mentünk a városba, hogy mi újsága van. Tehát ez ilyen jó, és most is sokszor rágondolok, hogyha úgy nyugalmasan járom körbe a szőlőket, mert hát akkor is kell menni, hogyha munka van, de jobban szeretek akkor menni, mikor minden rendben van. És akkor csak nézni a szőlőt, és akkor ugye el tud az ember egy kicsit merengeni, gondolkodni, és ez nagyon jó érzés. Van olyan nap, hogy nem megy szőlő közelébe? Hát van olyan már. Hát főleg az ilyen adminisztrációs, meg ilyen dolgokat, pályázati dolgokat, azokat én intézem, és hát azért elég nagy elfoglaltság ez is, úgyhogy van úgy, hogy nem tudok kimenni, de hétvégén akkor azért kimegyek meg, hát ne hétközben is, de vannak olyan napok, hogy nem megyek ki. Ugye az előbb említette, hogy szereti azokat a helyzeteket, hogy még a rossz hírekből is, tehát hogy ne legyen belőle harag, tehát azért a dolgokat úgy előadni, vagy úgy megoldani, hogy azért senkinek se fájjon különösebben, még ha rossz is. Mi az életének az a vezérfonala, ami mindig fontos, ami úgy mindig ott van, hogy így kell élni az életet? Hát ez már az egyetem alatt is, mert próbálgatok meg, ott volt egy fali fölirat, ami az volt, hogy mondd az igazat, mondd a kellemeset, de ne mondd az igazat, ha az kellemetlen, és ne mondd a kellemeset, ha az nem igaz. És ez ugye nem tudom, annyira megtetszett, meg belém vésődött, hogy ezt igyekszem ezt így intézni. Néha nem mindig sikerül, de azért ez nagyon jó, mert így megkönnyíti az ember életét. Azt mondják, hogy minden sikeres férfi mögött szerencsés esetben ott áll egy nő, aki segíti, támogatja. A felesége hogyan viselte ezeket az éveket, évtizedeket, és mennyire támogatja az, hogy mit gondol, hogy meddig kéne még önnek dolgoznia? Hát
fiatal korunkban is, ugye mondtam, hogy voltak szőlőink, meg bor is, tehát elég sokat voltam távol, de szerencsés helyzetben voltunk, mert közel laktak anyósik, és akkor azok tudtak segíteni neki, még a kicsik voltak a gyerekek, és hát azért én is esténként azért hazaértem, csak nem olyan korán, meg szombaton el voltam, de vasárnap otthon voltam, és hát ezt jól toleráltam, még látta is, hogy van eredménye, tehát nem csak az volt, hogy nem vagyok otthon, hanem volt eredménye, és akkor hát ő is besegített meg. Hát a háttér az nagyon fontos. Akkor is, és amikor pedig hát már elkezdődött a nagyobb gazdálkodás, meg a vendéglátás, akkor pedig hát ő is kivette a részét, és hát így együtt dolgoztunk. Úgyhogy összenőttünk. Nagyon-nagyon elszaladt az idő, nem hiszi el, de mindjárt vége van a műsornak, úgyhogy így gyorsan annyit mondjon el nekem, legyen szíves, hogyha egy pár év múlva összefutnánk, és remélem, hogy össze fogunk futni, akkor mi az, amiről szeretne beszámolni? Szóval hova tart? Hát remélem, hogy akkor gyerekek még jobban, még szebben tudják vinni ezt a szakmát, amit hát elkezdtünk. Fiam a borászatot, lányom a vendéglátást, és én pedig hát nyugodtan ülhetek a karosszékbe, nézhetem az unokákat, meg hát az ő sikereiket, mert hát ez a legjobb egy szülőnek, hogyha látja a gyerekei sikerét. Akkor ezt kívánom, hogy ez váljon valóra, és köszönöm szépen, hogy itt volt velem. Köszönöm szépen. És önöknek is köszönöm, hogy velem tartottak, tegyék ezt legközelebb is, viszontlátásra.